Üdvözlöm a társalgó nézőit! Mai adásunkból kiderül, hogy milyen egy 19. századi testhönálló. Majd megismerhetik közelebbről a hinkótanyát, majd szó lesz a böjtről. Végezetül, de nem utolsó sorban pedig a fecskék és azok megóvásáról is többet megtudhatnak, ha velünk tartanak. Már is kezdünk! A Nemzeti Kulturális Alap 600 ezer forintos támogatásának köszönhetően újult meg a József Attila Múzeum egyik legszebb és legrégebbi apátfalvi testhönállója. Katkóné Bagi Éva, textilrestaurátor precíz munkájának jóvoltából tud régi fényében pompázni a ruha felső. A József Attila Múzeum néprajzi textilanyagában több makkui és térségi testhönálló található. A vidékünkre jellemző felső ruhadarabnak volt az elnevezése, emelte ki Szikszei Zsuzsanna igazgató. Hozzátette, a legtovább a térségünkben Apátfalván használták ezt a viseletet, és az elmúlt 70 évben az elődeink nagyon sok szép darabot gyűjtöttek. Az egyik ilyen kincs a makkui múzeumban található, amely tavssejemből készült. Ezzel az értékes 1889-beli testhönállóval pályáztak két évvel ezelőtt egy restaurálási pályázatra, mivel rossz állapotban volt már. A támogatásnak köszönhetően Katkóné Bagi Éva textilrestaurátor el is végezte ezt a munkát, és hát be tudjuk mutatni ezt a gyönyörűséget, mert hát elég rossz állapotban volt. Ugye ez a taftsejem nagyon gyorsan kopik, illetve az idők folyamán tulajdonképpen porrá válik ez az apró, ez a nagyon finom sejemszál, és hát tulajdonképpen elkezd foszlani, és hát egy idő után javítani sem lehet. Hát a közel 130 éves, vagy több mint 130 éves ruhadarab egyébként is, már az idő miatt is rossz állapotban lehet, de el is használták, úgy tűnik. Láttunk rajta varrási nyomokat, eléggé durván varták meg, de nagy örömünkre, hogy mégis megmaradt, és ide került a múzeumba. Ez a testhönálló tulajdonképpen apátfalvi viselet, és tudjuk, hogy kié volt pontosan, ezt nagyon jól a leíró kartonon, nagyon jól adatolták az elődeink. Szikszai Zsuzsanna megosztotta, hogy Langó Mártonné Szigeti Katalin tulajdona volt, és valószínűleg mennyasszonyi ruhája lehetett. A szakember kitért arra is, hogy a 19.-20. Században nem fehérben mentek férhez a fiatal lányok, hanem színesben, illetve olyan drágább anyagból készült ruhában, amit egész életükben megtartottak és használtak. Ezek nagyon sokat elárultak a tulajdonosáról, emelte ki az igazgató. Nagyon beszédes, hogy kik lehettek, ki lehetett a Szigeti család, mert hogy egy ilyen drága anyagból készítettek ruhaneműt, vagy mennyasszonyi ruhát a lányoknak, valószínű, hogy egy jobb módú paraszt család volt, földműves paraszt család, akik adtak arra, hogy a lányok a legszebb és a legdrágább ruhába, és hát különleges színt is választottak. Mesél arról, hogy a 100 évvel ezelőtt élt emberek sokkal alacsonyabbak voltak és kisebb méretűek. Ez természetesen a táplálkozással tudjuk összehozni, egybehozni. Tulajdonképpen lehet, hogy egy fejjel kisebbek is voltak, hát ez egy körülbelül olyan 13-14 éves mai lányra lenne jó, ha rájuk megy. De hát ugye azt is tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt, 130 évvel ezelőtt a lányok nem 20 évesen vagy 30 évesen mentek férhez, hanem már 16-17 évesen férhez adták őket. Nagyon-nagyon szép a testhönálló. Én nagyon szeretem az elnevezést is. Ez a női darab csak a mi vidékünkön testhönálló, másút másképp nevezik, úgyhogy ettől is egyediek vagyunk mi, hogy a mi vidékünkön ez az elnevezése. Ez egy rövid aljú testhönálló. Látjuk, hogy ez a 19. század vége, ez a Biedermeier-es ruha divatnak a végét jelenti. A szoknyája ennek nincs meg, valószínű ugyanilyen anyagból, illetve hozzávaló kötényjel egészítették ki.
Érdekes, hogy ez később, ez a testhönálló, ugye már jönnek be a gyári anyagok, a kékfestő, változik, nem feltétlenül sejemből vagy tafból készítik, hanem kékfestőből is. Ilyen darabjaink is nagyon szépek vannak a 20-as, 30-as évekből, és hogy majd utána teszik le a 30-as évek után már mindenki Apátfalván is fehérbe megy férhez. A testhönálló felső része téglavörös taftsejemből készült, amely egy rendkívül tetszetős, de sajnos nem időtálló, sérülékeny textília. Szikszai Zsuzsanna kitért a ruhanemű alján és ujján látható díszítésre is tábunknak. 19. századra még nagyon jellemző, hogy nem csipkét tesznek fel, de látjuk, hogy az aranysújtás már megjelenik. Ugye két nagyon kis ízléses, egy kis ilyen rózsaszín vagy lilába hajló szalagot tesznek rá, illetve hát egy kis világos zöld csíkkal szegik le. És hát láthatjuk, hogy ahogy a nagykendőt ráteszik a vállukra, körülbelül ugye beráncolják, körülbelül idáig jön le, és csak addig tart a díszítés. Nagyon ügyesen, okosan megcsinálják, és hát természetesen látjuk ezt a karcsúsított vonalat, hogy tényleg testhön áll, és hogy rövid, körülbelül idáig jön le. A hosszabb aljúak azok egészen a csípő vonaláig lehúzódnak, ez még a 19. századra nagyon jellemző, és hát látjuk, hogy ez egyenes szabású, a sonka újat később vezetik be tulajdonképpen a divatba. Az akkori varrónők előre gondolva tudatosan készítették el a karcsúsított testhez álló rövid ruhadarabot, amely a 19. század jellegzetes felsője volt. A 800-as évek végén még rövidebb derekú, még rövidebb ez az alj. A 20-as éveknél már látjuk, hogy sokkal hosszabbak ezek az aljak, amik van, hogy elvágott testhönálló, van, hogy egybeszabott, de hogy hosszabbra engedik, illetve hát széles csipkékkel, és hát főleg gyári készítették, és csipkékkel díszítik, fehérrel, feketével, attól függ, hogy milyen idős volt a tulajdonosa. Igazából ugye régen sokkal ritkábban vásároltak ruhaneműt, mint a manapság. Sokkal jobban vigyáztak ezekre, illetve hát örökölték, egyik generáció a másikra adogatta, mert hát vigyáztak rá, ugye ezeket nem nagyon mosták, ezeket szellőztették, ezekben van bélés egyébként, tehát jó a tartása, és hát általában az édesanyja a lányának, vagy az unokájának is odaadta, és éppen ezért tudtak megmaradni. Más volt a funkciója, más volt, sok mindenről beszélt, ugye hát a falu elvárásaihoz kellett igazodni, és de azért mindig belecsempészték a saját ízlésüket. Ma már savmentes környezetben óvják a régi fényében tündöklő testhönállót. Idő és energia. Ez a két dolog, amelyeknek beosztása olykor sokunknak gondot jelenthet, és jó lenne, ha néha napján több lenne belőlük. Ezt Hinkó Andrea, valamint férje Hinkó Balázs is gondolhatták már így, de kitartásuknak köszönhetően egy családi fészket varázsoltak egy kezdetleges helyből, s mellé egy vállalkozást is felépítettek. Ez nem más, mint a Makótól pár kilométerre fekvő Hinkó tanya és állatcsimogató, melyet a következő bejátszásban önök is megismerhetnek. A Hinkó tanya és a hozzátartozó földek csaknem 10 hektáron terülnek el. Andrea és férje Balázs 10 évvel ezelőtt költöztek ki ide a városból. Egyszer egy beszélgetés alkalmával vetődött fel annak az ötlete, hogy otthonukat megnyithatnák mások előtt és létrehozhatnának egy állatsimogatót. Elképzelésük eleinte egy gyerekcipőben járt, de idővel szépen kezdett kiépülni a hely. Fáradozásaik nem voltak hiába valók, ugyanis az elmúlt pár esztendőben egyre több születés
és napi zsúrt tábort tartottak náluk, de jelentkeztek már be hozzájuk óvodai és iskolai csoportok is szabadidős programra. Munkájuk kapcsán nem csak a vendégek részéről érkeztek pozitív visszajelzések, ugyanis szakmai zsűri is méltatta már őket, hiszen tavaly a Best of Makó turisztikai védjegy díjazottjai között szerepeltek. Nagyon örültünk ennek a díjnak, mert nagyon-nagyon sokat dolgozunk, és ez így tényleg közös munka, és aminek a legjobban örülünk, amikor jönnek a visszatérő vendégek, és akár családok is, és látják azt a sok változást, és akkor úgy tényleg úgy megtérül ez a, mert azért hát van ilyen időszak is, meg olyan is, ugye a tél az például jó hosszú, akkor is úgy fönt kell tartani mindent, fönt kell tartani az állatokat, egyfajta rendet azért a körülményekhez képest, de szerintem egyre inkább úgy lesz, hogy majd ha ez a vírushelyzet elmúlik, tehát egy normál helyzet visszaáll, akkor esetleg meg lehet hosszítani a nyitvatartást, mert tényleg nagyon sokan érdeklődnek. Van játszótér, tehát hintázni tudnak, csúszdázni tudnak. Ha az állatokat etetni, az mindig azt a belépővel adtuk a kis csemmegét, ami ugyanúgy az állatkertbe is, amit meg lehet vásárolni, csak itt a belépővel jár, és akkor avval tudták etetni, de hogyha valaki hoz otthonról répát, almát, ilyen megbeszélés alapján, azt is nagyon sok állat szereti, úgyhogy oda lehet adni. A házigazdától megtudtuk, hogy munkájukat és életvitelüket igyekeznek úgy alakítani, hogy a környezetre is tekintettel legyenek. Fák is megszokják, a növények is megszokják, hogy ők nem kapnak permetet, és hihetetlen termés szokott rajtuk lenni. Ültetünk gyümölcsfákat, az folyamatosan, meg igen, most lesz egy kis üvegházunk, azt nagyon-nagyon várom, most még csak az alapjai vannak készen, és így az elejét épp ma tervezgettem, hogy mivel ültessem be. Én nagyon szeretnék, hát ilyen alapvető zöldségek, mint paradicsom, paprika. A paradicsomot azt nagyobb sikernek látom, mint a paprikát, azzal még nagyon küzdöttem eddig, de ott szeretnénk, de a növényeket is szeretnénk átteleltetni, szóval majd meglátom, hogy mekkora hely lesz, ezt lehet bővíteni is, lehet, hogy bővülni fog, úgyhogy még itt nagyon-nagyon sok minden terv van a fejünkbe, de majd letisztul szépen, hogyha meg lesz. Miközben Andrea körbevezetett minket a tanyán, lehetőségünk nyílt arra, hogy szemügyre vegyük az ott élő népes állatállományt. A teljesség igénye nélkül láttunk indiai futókacsákat, pávákat, lovakat, szamarakat, pávagalambokat, díszbaromfikat és díszfácánokat is. De mellettük a farm gyapjas lakóit is megismerhettük. Köztük volt a két vallézijú, Rudi és Ruca, akik levették stábunkat a lábáról, de találkoztunk őshonos rackajuhokkal, valamint törpebirkákkal is. Interjúalanyunk elárulta, mindig nagy öröm számukra, amikor egy-egy új jövevény érkezik hozzájuk. A kiscsacsi születése az tényleg nagyon, nagyon jó volt. Én nekem a legaranyosabb állat, de nagyon sok aranyos állat van, főleg a kicsik. De a kiscsacsi az olyan, mint egy kis plüss. Tehát amikor ez felszárad, az olyan annyira aranyos. Úgyhogy az egy nagyon kedves emlék. És ők egyébként tényleg most már van, hogy kint a legelőn ellenek, és nagyon... ilyen zökkenőmentesen szokott menni, hál' Istennek, és ilyen jó élmények szoktak lenni mindig. Majd most azt várjuk, hogy a törpebirkáknak hogy szülessen, mert annak annyira icipici a báránya, mint egy kis cica. Tehát, hogy az tényleg nagyon pici, kicsi korába. Úgyhogy őket nagyon várjuk, ők még nem születtek most. Csak racka született, az jó sok már idén. 5-6 bárány biztos, hogy van. Mint megtudtuk, az ideérkezők körében az egyik legnagyobb népszerűségnek a bolyhos tapsi fülesek örvendenek. Azt lehet róluk tudni, hogy ők házi nyulak, és mégis üregben laknak, mert itt direkt van egy ilyen 70 centis alap, hogy ne tudjanak kiásni, bár volt egy nyulunk, amely kiugrott innen, tehát nem tudom, hogy a többi az úgy el van itt bent. Úgyhogy üregben laknak, és ott is szaporodnak, úgyhogy soha nem tudjuk mennyien vannak, egyszer csak jönnek a nyuszik föl. És itt is telelnek, tehát mi nem szoktuk bevinni őket,
ők is így a természetes közegükben, és így az üregben nem is fáznak meg. Szénát kapnak, illetve zöldség, gyümölcsöt, minden mennyiségben pici van, hogy ilyen apró kis granulátumot kapnak. Szoktuk kivinni a városnapokra is, amikor van. Akkor szoktuk oda is kivinni, és akkor a város ad egy ilyen fakarámot, és akkor abba simogatják a nyuszikat, úgyhogy ők így utazni szoktak, és teljesen hozzászoknak ezekhez a kis tömegekhez, amik akkor várják őket. A tulajdonos arra is kitért, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen közegben nevelheti a fiait. Családjával nagyon ragaszkodnak ehhez a helyhez, nekik a vidéki létforma jelenti a boldogságot. Tulajdonképpen nem is tudnám máshogy elképzelni az életet, mert hát itt a gyerekeken is látom, hogy mennyire szabadok. Elég elevenek is ezzel együtt, de teljesen más életet, más minőségű életet lehet itt élni, mint egy lakásban. Ott is felnőttem, meg az is nagyon jó volt, de így nem költöznék, még a városba sem. Tehát, hogy nagyon jó itt kint. Van az embernek talán ideje arra, amire lehet, hogy a városban egyébként nincs, hogy egy pillanatra megáll, és akkor tényleg élvezi azt, amit csinál. Persze sok munka mellett, de igazán nagyon-nagyon jó kis értékeket képvisel ez, és egyébként tényleg mindenki vágyik erre, nagyon sokan, és egyre többen választják tényleg ezeket a házi termékeket, tehát azért nagyon ki vannak már erre az emberek éhezve, főleg most, ebben az időszakban. A Hinkótanya jelenleg még nem látogatható a nagy közönség számára, de amint azt a körülmények és a szabályozások is lehetővé teszik, meg fogja nyitni a kapuit. Tájékozódni ezzel kapcsolatban a Facebook oldalukon lehet majd. Ha tehetik, egyszer mindenképpen keressék fel a Hinkótanyát. Amellett, hogy itt elengedhetik a hétköznapok terheit, és végre kikapcsolódhatnak, motivációt is gyűjthetnek. Hiszen ez a hely jó példája annak, hogy az álmok valódi formát ölthetnek, és talán nincs is annál jobb érzés, mint amikor a munkánk gyümölcsét másokkal is megoszthatjuk. Míg a római katolikusoknál hamvazó szerdával, addig a görög katolikusoknál két nappal korábban tiszta hétfőn vette kezdetét a legnagyobb keresztény ünnep, a húsvétot előkészítő nagybőti időszak. Ezen periódus alatt az utóbb említett felekezet tagjai a bizánci hagyományoknak megfelelően egy növényi eredetű édességet fogyasztanak. Ez a koliba. Stábunk kíváncsi volt arra, hogy mitől különleges az előbb említett étel. Kérdésünkre a helyi görög katolikus parókián kaptunk választ. Az egyik legősibb gyökerekkel bíró ételnek számít a görög katolikusoknál a koliba, melynek eredete a 4. századig nyúlik vissza. Egy történet is fennmaradt róla, amit bíró István parókus osztott meg velünk. Keresztény üldöző császár Julianus azt gondolta ki, hogy a piacon ne lehessen tiszta ételeket venni, hanem pogány templomokból, pogány szertartásról származó ételekkel, a pogány áldozatoknak bemutatott vérrel keverjék el ezeket az ételeket, és aki nagybőjt után, a tiszta hét után szeretne enni, akkor már az ilyen pogány szertartásban részt vett ételeket vehessen magához. A hagyomány szerint Szent Ivadar kapott egy látomást, amelyben az Isten figyelmeztette őt arra, hogy ne vásároljanak a piacon ételeket, hanem mindenki szedje össze azt, ami otthon van, a búzát, az aszalt gyümölcsöket, és akkor elmondta ezt a készítési módot, hogy ezt tegyék meg majd a hét végén. Az atya elárulta a finomság receptjét is. Mint mondta, 2-3 napon keresztül egy vízzel teli edényben búzát kell láztatni. A többször is átmosott gabona ez idő alatt majd visszanyeri rugalmasságát. Miután ez megtörtént, feltehetjük főni, körülbelül 1-2 óra alatt fog megpuhulni.
A megfőtt, átöblített búzát miután kihűlt, apróra vágott magvakkal és aszaltgyümölcsökkel keverjük össze. Ezeket szintén érdemes legalább fél napot ázni hagyni, majd azután jól ki kell belőlük a vizet nyomkodni. Aszaltgyümölcsöknek elsősorban datóját, fügét, aszaltszilvát, mazsolát használunk, magvakat, diót szoktunk belekeverni. Bárki bármilyen aszaltgyümölcsöt, amit otthon magvakat talál, akkor azt nyugodtan hozzáteheti, a víz föl fogja puhítani néhány óra alatt, és el fog elegyedni. Én szeretem a citrusokat, déli gyümölcsöket belerakni, az is egy kis pikantériát ad az ízének, a koliba ízének. A búzához, az aszaltgyümölcsökhöz és a magvakhoz ízlés szerint pár kanál lekvárt és mézet is adunk. Majd miután minden alapanyag belekerült a tálba, pár órán át érdemes pihentetni az édességet, amit később díszíteni is szoktak. Görögkatolikus szimbólumok kerülnek rá, melyek azt üzenik, hogy Jézus Krisztus legyőzte a gonoszságot és a halált. Ez a tradicionális étek nem csak a testnek, hanem a léleknek is felüdülést hoz az önmegtartóztatás időszakában. Szokták mondani, hogy akkor tudjuk, hogy mit jelent egy pohár víz, hogyha a sivatagban eltöltünk jó néhány órát, és már kiesik a szemünk, és végre kapunk egy pohár vizet. Végtelen értéke van. Ma itt a modern világban nem értékeljük és kiöntjük. Tehát valahol a koliba is ezt jelenti, hogy amikor megvontuk magunktól, és megkapjuk azt a kis édességet, és együtt közösségben esszük meg, annak valami mennyei íze van. Egy nagyon édes ételről beszélünk, és ez is egy picit azt szeretném mutatni, hogy a mennyországnak ilyen édessége van. Amikor igazán együtt vagyunk és közösségben vagyunk, az mindig így megédesíti a lelkünket, a szívünket, és attól örülünk. Szokássá vált az is, hogy a kolibát egy templomi szertartás keretében áldják meg, és majd utána fogyasztják el azt közösen a jelenlévők. Könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz! Urunk, kis szabad erejével alkottad a nagy mindenséget, és parancsoltad a Földnek, hogy élvezetünkre és táplálásunkra sokféle gyümölcsöt teremjen, ki a földi terményekkel táplálkozó három babiloni ifjút és Dániel szebbé és teljesebbé tette a királyi asztalról élő többi ifjaknál. Magad, legkegyesebb királyunk, áld meg ezen terményeket és gyümölcsöket, és azokat, akik ezekből élveznek, szenteld meg! Mert ezen adományokat szolgáidat te dicsőségedre, szent tivadar tiszteletére és az igaz hitben elhunytak emlékére ajánlották föl. Azoknak pedig, kik ezt a díszes adományt felajánlották, és e megemlékezést teszik, teljesítsd üdvösségükre szolgáló minden kérésüket. Kezdik az emberek figyelemmel követni, hogy mikor is jön a koliba. Mivel évente egyszer-kétszer készítünk, ezért megvan a különlegessége, kuriózuma, és nem mond rá senki, és ez mindig egy vonzó esemény tud lenni, hogy most koliba áldás. És magának a böjtnek is azt gondolom, hogy ez a lényege, hogy együtt imádkozunk. Tehát otthon is lehet imádkozni, otthon is lehet tévét nézni, de amikor otthon nézek egyedül telefonomban egy filmet, az nem adja ugyanazt az élményt, mint hogyha én moziban, közösségben, adott effektusokkal, és megbeszélem, hogy mi történik. Amikor együtt imádkozunk, akkor is annak van egy különleges ereje. És amikor az imádságot befejezzük, és a kezünkbe vesszük ezt a megáldott ételt, és miközben megesszük, együtt vagyunk, és beszélgetünk, és ki tudja, mikor találkoztunk egymással, akkor ez egy olyan nyomot tud bennünk hagyni, amire azt mondjuk, hogy ezért jó volt. Lehet bármilyen jó egy esküvő, abban legalább egy rossz mindig van, az pedig az, hogy egyszer vége lesz. És valahol ezt szeretné az imádság által elhozni nekünk a nagybőt és a húsvét, hogy az, ami fáj, hogy bármilyen jó dolog egyszer véget fog érni, nem kell, hogy így legyen. Mert az Isten azért lett ember, hogy megmutassa, hogy az a vágyunk, ami benne van, hogy nem akarjuk, hogy vége legyen. Ezt ő gyógyítani akarja. És valahol ezt fogja jelenteni majd a föltámadás.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai egyik kiemelt feladatuknak tekintik, hogy minél több ember figyelmét felhívják a fecskék megóvására. Ugyanis Magyarországon a populáció nagysága 2010-ben mintegy 60%-kal esett vissza. Azóta ez az érték viszonylag stagnálást mutat. Az egyedek számának megőrzéséhez, illetve gyarapításához a lakosság is hozzájárulhat, például műfészkek és sárgyűjtőtálcák kihelyezésével. Többek között a nagyüzemi mezőgazdaság térnyerése, a természetes élőhelyek visszaszorulása, a vegyszerek használata az agráriumban, valamint a fészkek leverése egyaránt hozzájárult a magyar fecskeállomány drasztikus megfogyatkozásához, mondta el Orbán Zoltán. Az egyesület szóvivője kiemelte, a faj minden egyes képviselőjére érdemes nemzeti értékként tekinteni, hiszen nagyon fontos szerepet töltenek be az életkör forgásában. Ha figyelembe veszük, hogy egy fecske, amíg Magyarország tartózkodik, alsó hangon megeszik 1 kiló rovart, aminek a mérettartománya a repülő levéltetűtől az új percnyi nagy méretű legyekig tart. Ebbe a csoportba tartoznak a legfontosabb mezőgazdasági kártevő és betegséget terjesztő rovarfajok, szúnyogok is. Na most, hogyha figyelembe veszi, hogy Magyarországon az elmúlt 10 évben minden augusztusban kb. 2 millió fecske hiányzik az országból, akkor ezt könnyű kiszámolni, hogy 2 millió kilogramm rovar, 2000 tonna rovar itt marad a nyakunkon, miközben a klímaváltozás sokadik negatív hatásaként újabb és újabb mezőgazdasági rovarfajok érkeznek hozzánk. Tehát elemi érdekünk, hogy a fecskék ingyen és bérmentve összeszedjék ezeket a kártevőket is. Hozzáfűzte, kis odafigyeléssel sokat tehetünk tollas barátainkért, kihelyezhetünk például műfészkeket, amiket akár saját magunk gipsz és fűrészpor keverékéből egy sablon segítségével elkészíthetünk. A részletes folyamatról több oktató videót is találnak az érdeklődők a szervezet YouTube csatornáján. A szakember továbbá kitért arra, hogy ha belevágunk a projektbe, szükségünk lesz úgynevezett fecskepelenkákra is. Polcszerűen lehet felszerelni egy kb. 30-35 cm széles falfém vagy műanyaglapot a fészek alá kb. 30 cm távolságra, és akkor az ürülék ide fog potyogni. A műfészkeket pedig oda kell kihelyezni, ahol a fecskék természetes módon is fészkelnének, tehát a molnár fecskék zárt fészkeit fel kell tolni teljesen a plafonig, füsti fecskékét a plafon alá legalább arasznyival érdemes kihelyezni. Aztán sárgyűjtőhelyekkel lehet majd a hazatérő fecskék fészeképítő fészek tatarozó munkáját segíteni. A parti fecskéket is új fészkelőhelyen lehet várni, tehát lapáttal függőleges lehet faragni ilyen másfél-két méternél nem magasabb partfalakat, és oda vissza tudnak térni. További információkat és érdekességeket tudhatnak meg a témával kapcsolatban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján található cikkekben. Ennyi fért mai társalgónkba, de ne feledjék, jövő héten csütörtökön, ugyanebben az időpontban újabb társalgóval jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!